Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Ürességtől kong a szekszárdi strand, nem díjazzák a helyiek a drasztikusan megemelt jegyárakat. Vállalkozásfejlesztés uniós forrásból, szakmai konzultációt szervezett a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Új munkaállomások, a gördülékenyebb betegellátás érdekében új munkaállomásokat hoztak létre. Eltörölnék a zéró toleranciát, a szakértők szerint veszélyes lehet a hegyközségek nemzeti tanácsának ötlete. Ürességtől kongott a szekszárdi strand szerdán kora délután, pedig igazi nyárias időjárás volt. A látogatószám elmaradása nem véletlen. Az éjjel szekszárd frakció által kinevezett Malomsoki Krisztián ugyanis drasztikusan megemelte a jegyárakat, ami sokakban felháborodást váltott ki. Egy nézőn készítette ezeket a felvételeket szerdán kora délután. Hiába volt igazi nyárias időjárás, a szekszárdi strand mégis kongott az ürességtől. A videó készítője szerint legfeljebb 40-en lehettek a medencékben és a vízpartján a kánikula ellenére is. Ezek a fotók pedig tavaly készültek, akkor még rengetegen pihentek a nyári iskolai színidő alatt a szekszárdi strandon. Most nem véletlenül marad el jóval a megszokottól a látogatószám. Az éjjel szekszárd frakció által a fürdőt üzemeltető sportközpont élére kinevezett Malomsoki Krisztián ugyanis drasztikusan megemelte a belépőjegyek árát. Tavaly még 1500 forint volt egy felnőtt belépő, ez idénre már 2600 forint a szekszárdiaknak. Még szembetűnőbb a gyerekjegyek árának alakulása, ott több mint 300%-os a drágulás. Egy belépőért a tavalyi 500 helyett idén 1600 forintot kell fizetni. A szekszárdiak a Facebookon is hangot adtak a strandárai miatti felháborodásuknak. Volt, aki azt kommentelte a fürdő egyik posztja alá, hogy idézem, vigyen pénzt mindenki rendesen magával, mert igencsak megemelkedtek a belépő árak. Egy másik nő pedig úgy fogalmazott, hogy ilyen árak mellett elérték, hogy ne menjek. Az 1300-1500 forint eléggé korrekt volt, de 3000 forintot a semmire kérnek el, inkább megyek máshova. A drasztikus mértékű drágulás miatt pénteken megkerestük Malomsoki Krisztiánt, de ő csak egy szűkszavú e-mailben annyit írt, hogy az áraikkal kapcsolatban minden információ megtalálható a honlapjukon. Szintén kérdéssel fordultunk az éjjel szekszárdot képviselő Zaják Ritához, a Város Szociális Bizottságának elnökéhez, aki a választás előtt azzal kampányolt, hogy visszaadják szekszárdot a szekszárdiaknak. Kíváncsiak lettünk volna, mit gondol a frakciója által kinevezett Malomsoki Krisztián felháborodást kiváltó áremeléséről, ám a képviselő csak annyit válaszolt, hogy az árképzés folyamatában ő nem vett részt. Bomba Gábor a Város Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának, valamint az éjjel szekszárd frakciónak a vezetője pedig nem reagált a megkeresésünkre. Július 7-én a Csokoládé Világnapján nyílt meg Szekszárdon a Csokoládé Manufaktúra, ahol fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek készítik a prémium minőségű édességeket. A közel 240 millió forintos beruházás összesen 28 munkahelyet hoz majd létre, ebből 22 megváltozott munkaképességű, 6 pedig tartósan munkanélküli alkalmazott. A csokoládégyár, ami egyben rendezvényközpontként is funkcionál, a borturizmusra is épít majd a jövőben. Precízen önti bele az olvadt csokoládét a formába az egyik dolgozó a prémium minőségű édességhez a szekszárdi üzemben. Azt mondja, ez a kedvenc része a munkájának. Ebben a gyárban számos fajta csokoládé készül majd, így például borsos, epres bazsalikomos, vagy éppen meggyes citromos fehér csoki, vagy éppen ropogós, mogyoros, narancsos csokoládé. Több szempontból is eltér egy hagyományos gyártól ez az üzem, mondta Mészáros Andrea, a manufaktúra létrehozója és ügyvezető igazgatója. Csokoládé manufaktúrában a kollégák megváltozott munkaképességű fogyatékos emberek, és úgy alakítottuk ki, hogy az ide látogatók egy üvegfalon keresztül meggyőződhessenek arról, hogy milyen sok mindenre képesek az itt dolgozó munkatársak. A beruházás összesen 28 munkahelyet hoz majd létre, ebből 22 megváltozott munkaképességű, 6 pedig tartósan munkanélküli alkalmazott. Július 7-én a Csokoládé Világnapján nyitott meg a szekszárdi Csokoládé Manufaktúra. Erre Simon Attila helyettes államtitkár hívta fel a figyelmet, aki példaértékűnek nevezte a vállalkozás ötletét. Az a kombináció, ami itt tényleg megvalósult, tehát a kézműves manufaktúriális termékek előállítása és a fogyatékossággal élő személyeknek ebbe a termelésbe az érték előállításba való bevonásának egy olyan példaértékű megvalósulása, ami
tényleg precedensként szolgál. A csokoládégyár, ami egyben látogatóközpontként is funkcionál, a borturizmusra is épít majd a jövőben, ami Áncs Rezső szekszárd polgármestere szerint a város szempontjából is előremutató lehet. Szekszárdon van bor, van kávé. Én azt gondolom, hogy a csokoládé is egy fontos alkoteleme lehet annak a gasztronómiai élménynek, amelyet a város tud nyújtani, és hogy ez ebben a körben és ebben a közegben tud megvalósulni, és ha körülnézünk, azt látjuk, hogy 21. századi körülmények között történik a gyártás is, és ugye a vendégek fogadása is. A csokoládé manufaktúra és a hozzá kapcsolódó rendezvényhelyszín létrehozásához szükséges 200 millió forintot nagyrészt uniós forrásból fedezték, de saját tőke is kellett hozzá. Vállalkozásfejlesztés, munkahely megőrzés, eszközbeszerzés uniós forrásból. Ez volt a téma azon a szakmai konzultáción, amit a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezett. Itt elhangzott, könnyebben és gyorsabban lehet majd hozzájutni a forrásokhoz, mint az előző uniós ciklusban. Jelezték fejlesztési terveiket és észrevételeiket a Tolna megyei vállalkozásvezetők azon a szakmai konzultáción, amit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezett annak érdekében, hogy tájékoztassák a kis cégeket az uniós támogatásokról és azok feltételeiről. Így megtudhatták, hogy 2021 és 2027 között milyen támogatásokra, milyen uniós forrásokra pályázhatnak annak érdekében, hogy képessé váljanak vállalkozások. Fejleszteni. Több ezer milliárd forintról van szó, amihez könnyebben és gyorsabban lehet majd hozzájutni, mint az előző uniós ciklusban. Lerövidülnek az elbírálási idők, mondta György László, gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. Idén is lehet pályázni különböző uniós forrásokra, eszközbeszerzésre, valamint munkahely megőrzésre. A GINOPOS, Magyar High-Tech és Zöld Pályázat elnevezésű támogatások iránt hatalmas az érdeklődés. A tömegpályázat, gyorsan el tudjuk ezeket a pályázatokat bírálni, vagyis a pályázat kiírásához számított 3 hónapon belül kiállításra kerülnek, kiállítjuk a támogatói okiratokat, és abban a pillanatban hozzá is juthatnak a vállalkozások a pénzeikhez. Erre azt mondják a vállalkozók, hogy ezt nagyon köszönik, és ez egy jó módosítás az előző időszakhoz képest. Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondja, nagy szükség van minden támogatásra, pályázati könnyítésre. A koronavírus járvány miatt ugyanis Tolna megyében jelenleg az építőipar, kereskedelem, vendéglátás területén tevékenykedő vállalkozások vannak a legnagyobb bajban. Számos cégnek szeretne beruházni annak érdekében, hogy fel tudjunk készülni a következő időszakra. A másik az, hogy a munkahelyet megőrzzék, illetve a munkaerőt meg tudják tartani, és itt mindenképpen olyan pályázatok kellenek, amely a kisebb létszámú vállalkozásoknak is tud biztosítani lehetőséget. A Magyar High-Tech és Zöld Pályázat elnevezésű támogatásokra első körben 50 milliárd forintos keretet adtak meg. Erre az összegre kevesebb, mint egy munkanap alatt 53,7 milliárd forintos igény érkezett. Közúti veszélyeztetés szemtanúit keresik a bonyhádi rendőrök. Egy autós tett bejelentést, hogy a 6-os úton Pécsvárad és Bonyhád között május 17-én reggel 6 óra körül az előtte haladó autó sofőrje folyamatosan másokat veszélyeztetve vezetett. Átért a baloldali forgalmi sávba, többször hirtelen fékezett. A bejelentő a kocsijába szerelt fedélzeti kamerával egészen a megállításig rögzítette a veszélyes manővereket. A rendőröknek sikerült az autóst megállítaniuk. Az intézkedés során a nő zavartan viselkedett, azonban az alkoholteszteres vizsgálat nem mutatott ittasságot. Ezt követően az asszonyt előállították, és a nála elvégzett drogteszt kokainra pozitív jelzést mutatott. A rendőrök a 24 éves nő ellen eljárást indítottak, járművezetés bódult állapotban vétség és más bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt. Az egyenruhások bevonták a sofőr jogosítványát is. A jármű ellenőrzésekor az is kiderült, hogy azt ideiglenesen kivonták a forgalomból, és kötelező felelősségbiztosítást sem kötöttek rá. A rendőrök várják azok jelentkezését, akik a fenti időszakban találkoztak a videó felvételen látható autóval. A zéró tolerancia eltörlését szorgalmazza a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke. Légli Otto szerint az alkoholfogyasztás teljes tiltása súlyos károkat okoz a kultúrált alkoholfogyasztás népszerűsítő borászoknak.
A témát illetően a borászati szakmában nincs teljes egyetértés. Az orvos szakértő szerint viszont az alkoholfogyasztás nagy mértékben lassítja a reakcióidőt. A bírósági szóvivő pedig azt mondja, az elmúlt években több száz balesetet okoztak csak a szekszárdi járásban itt a sofőrök. Magyarországon annak, aki közúti forgalomban vesz részt, egyáltalán nem szabad alkoholt fogyasztania. A hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke szerint viszont érdemes lenne felülvizsgálni a zéró tolerancia elvét. Légliótó azt mondja, hogy a hazai borászati ágazatnak, főleg vidéken, ahol a tömegközlekedés nem olyan kiterjedt, mint a fővárosban, komoly károkat okoz, hogy egy pohár fogyasztása után már nem lehet vezetni. Mészáros Pál borász egyetért ezzel, és úgy véli, el kellene törölni a zéró toleranciát. Nagyon kéne enyhíteni ezen a szigorú rendszeren, mert azokat, akik betartják, és hát innának egy deci bort, azokat büntetik, és azokat kéne büntetni, akik többet isznak, és tényleg hát italosan ülnek a volán mellé, és úgy okoznak balesetet. Mert régen is volt aratópálinka, és fenték a kaszát, és nem voltak újtalan kaszások. Tehát nem vágták el a kezüket még egy fél deci pálinkától se. Takler Ferenc borász azonban úgy véli, kedvezőbb adózással lehetne segíteni az ágazatot, nem egy olyan szabály enyhítésével, aminek a feloldása akár beláthatatlan következményekkel is járhat. Én, mint borász, aki örülne ennek, ha eltörölnék, nem merem azt mondani, hogy igenis töröljék el, mert nem tudok számolni a következményekkel, és azt gondolom, hogy vannak sokkal fontosabb pontok ennél, amelyek a borkultúrát kirángatnák a kátyúból, inkább én azokkal foglalkoznék. Az alkohol egy sejtkárosítószer. A lebontásához oxigénre van szüksége a szervezetnek. Ezt az oxigént a normál sejtek működésétől vonja el, vagyis oxigénhiány alakul ki a szervezetben, amire az idegsejtek a legérzékenyebbek. Egy kevés alkohol fogyasztásával is megváltoznak az érzékeink, a szemlátótere beszűkül, a reakcióidő pedig megnő. A vezetés amúgy is egy összetett feladatsor, észlelés, döntéshozatal, vezetési technika. Az alkohol mindegyikben negatív hatást mutat, mondta a szakértő. A döntéshozatali idő megnyúlik az alkohol hatására, a hibás döntések száma megemelkedik, és nem is úgy tudja a finom mozgásokkal korrigálni az ember. Szóval mind a három ponton, ami igazából szükséges a vezetéshez, mind a három ponton ez így károsodik az alkohol hatására. Ezzel ugye a baleset kockázat azért elég jelentősen megemelkedik. 10 testsúly kilogrammonként bomlik le 1 gram alkohol szint óránként, tehát egy teljesen egészséges 80 kilogrammos embernél 1 óra alatt 8 gram alkoholt bont le a szervezet. Egy korsó sörben közel 20 g alkohol van, tehát azt egy ilyen testfelépítésű ember 2,5 óra alatt bontja le. A 0,3-0,4 közötti véralkohol szint is megduplázza a baleseti kockázatot. Ez csak a szekszárdi járásbíróságnak az illetékességi területe. A szekszárdi törvényszék szóvivője azt mondja, a bírósági statisztikák szerint komoly gondot jelentenek az alkoholt fogyasztó sofőrök. Súlyos vagy halálos sérüléssel járó balesetet 9 alkalommal okoztak csak a szekszárdi járás területén. Emellett pedig több száz bírósági ügy indult enyhe sérülésekkel járó részeg sofőrök miatt. A szekszárdi járásbíróságon 2014 és 2020 első fél éve között összesen 646 darab ittas járművezetéses bűncselekmény került elbírálásra. Ezek azok a bűncselekmények, amelyek úgy zajlottak, hogy vagy igazoltatással értek véget baleset nélkül, vagy pedig anyagi káros baleset történt, esetleg könnyű személyi sérüléssel járó baleset történt. Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács azt javasolja, hogy 2020-ban vezessék be a zéró toleranciát az unió teljes területén. Az ittas vezetés szabályozása ugyanis jelenleg országonként eltér. Már több mint 2 hónapja újraindult az egészségügyi ellátás, mégsem állt vissza minden a régi kerékvágásba. A megnövekedett beteglétszám miatt újabb munkaállomásokat hoztak létre a gördülékenyebb ügyintézés érdekében. Az egészségügyben dolgozók fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy a gyorsabb ellátás érdekében mindenki kövesse az előírásokat. A május 4-én újrainduló egészségügyi ellátás még nem állt talpra teljesen. A veszélyhelyzet alatti rendkívüli intézkedések következménye volt az is, hogy a betegek vizsgálati időpontjait el kellett halasztani, ezért most többszörösére nőtt az ellátásra szoruló betegek száma.
Bár már nem beszélhetünk veszélyhelyzetről, a járványhelyzet még fennáll. Az óvintézkedéseket mindenkinek be kell tartania. A rendelőintézetben, a különböző szakrendeléseken, ellátóhelyeken kerülni kell a tömegeket. Ennek érdekében kötelező az előjegyzési rendszer használata, mondta Szűcs Mária orvosigazgató. Amennyiben valaki ellátásra szeretne jönni, mindenképpen előtte konzultálni kell a fogadó orvossal, fogadó ellátóhelyel, hogy legyen időpont, amire tud jönni a beteg. A másik nagyon fontos dolog, hogy a beléptetéskor adatfelvétel folyik. Ez egyfajta rövid kockázatfelmérés a koronavírus további terjedésének elkerülése érdekében. A rendelőintézet előtt történik ez az adatgyűjtés. Az elmúlt hónapokban kiderült, hogy az ellátási igény nagyon megnőtt, így új munkaállomásokat hoztak létre. A Főporta épületében további munkaállomásokat nyitottunk meg, ahol a betegek intézhetik ezt a szükséges adminisztrációt, és akkor már nem kell ott még egyszer sorba állni a rendelőintézetnél, hanem az ellátás előtt egy 15 perccel korábban lehet belépni az épületbe. Az óvatossági rendszabályok a vírus terjedésének visszaszorítására és a betegek érdekében jött létre, így az egészségügyben dolgozók fokozottan kérik a pácienseket, hogy tartsák be ezeket az előírásokat. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. 280 milliót kapott a pécsi horvát iskola, további 60 baranyai település nemzetiségi beruházását is támogatják. Biztonságban a strandon, roadshow-kon hívják fel a figyelmet az értékmegőrzésre. Gasztronómia és sport egy helyen, 7. éve várták az érdeklődőket Rákpusztán. 280 millió forinttal támogatja Magyarország kormánya a Miroslav Krezsa Horvát Iskola Központ további fejlesztését. Ezt Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára jelentette be kedden sajtótájékoztatón, ahol elhangzott az is, hogy Baranya megye 60 települése kap rendkívüli kormányzati támogatást a nemzetiségi beruházások keretében. Egy hosszú távú projekt keretében újul meg teljesen a pécsi Miroslav Krezsa Horvát Iskola Központ. Első ütemben tavaly 70 millió forintos támogatást hagyott jóvá a kormány, a közelmúltban pedig újabb 280 millió forintot szavaztak meg a bővítésre. A mostani beruházás keretében a gimnázium költözhetne új épületbe. Tavaly évben akkor rögtön egy 70 millió forintos támogatást tudtunk nyújtani, és most az idei költségvetésben pedig a bővítéshez újabb 280 millió forintos támogatást kap az iskola. Én bízom benne, hogy minél hamarabb el tud indulni majd a közbeszerzés után az építkezés, és azt követően pedig a gyerekek is, pedagógusok is, hát birtokukba tudják venni az új termeket. Az iskolaépítés fontos lépés a jövő szolgálatában, hogy ne csak múltja, hanem jövője is legyen a nemzetiségi oktatásnak és az anyanyelvi nevelésnek, fogalmazott Hoppál Péter országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón. Az a kormányzati támogatás, ami évről évre megújulóan jelen van a pécsi és baranyai nemzetiségi önkormányzatoknál, az lehetővé tette, hogy azt az identitást, amit fenntartanak évszázadok óta, azt az iskolarendszerükben és a kulturális közösségeikben hatékonyabban éljék meg. Az, hogy Baranyában 60 település kap most rendkívüli kormányzati támogatást, az hozzájárul ahhoz, hogy az óvodától az érettségig tartó nemzetiségi közösség szervezés az kulturális alapon erősebb és erősebb legyen. Az iskolaépület és a hozzátartozó udvar megújult, bővült és megszépült, valamint játszóteret és sportpályákat is létesítettek. Legutóbb a megújult óvodát adták át. Most pedig a zsúfoltság elkerülése érdekében van szükség a gimnázium átköltöztetésére. A szerencsére ez olyan kellemes gondokat hozott magával, hogy ez az épület már kevés, hogy befogadja azt a sok gyereket, és aki ebben az iskolában szeretné elkezdeni a tanulmányait. Ezért kértük az államtitkárságot, illetve Magyarország kormányát, hogy segítsen egy iskola bővítési program megvalósításában. Erre megkaptuk a szükséges anyagi fedezetet, így azt hiszem, hogy rövid időn belül, néhány héten belül elkezdődhet az udvaron lévő épületnek a felújítása, illetve bővítése. A tervek szerint 2021. szeptemberétől költözne a gimnázium az új épületbe, a párhuzamos osztályokkal működő általános iskola pedig maradna jelenlegi helyén. A törölköző nem értékmegőrző, erre is felhívják a szakemberek a figyelmet.
Nyáron a Somogy megyei rendőrfőkapitányság munkatársai a strandokon tartott roadshow-kkal segítenek abban, hogy mindenki biztonságosan pihenhessen. A tapasztalatok szerint sokan még mindig törölközővel takarják rá értéktárgyaikat, pedig a legtöbb strandon már működnek a zárható széfek. A telefont a táskába, majd mindent egy szatyorba tesz a strandoló, aki törölközővel is letakarja az értékeit, ez azonban nem véd a strandi lopások ellen. A Siófogi Aranypart szabad strandján sokan hagyták őrizetlenül csomagjaikat. Hébe-hóba kijövünk a vízből, megnézzük, hogy megvan-e minden, úgyhogy úgy, ahogy tudunk, vigyázunk. Ennél a családnál valaki mindig figyelt a csomagokra, miközben a többiek fürödtek. Arra próbálunk figyelni, hogy valaki mindig kint maradjon, tehát hogyha az egész család bemegy, akkor a legnagyobb gyerek valószínű, hogy itt marad, vagy ha itt vannak a nagyszülők, akkor őket kérjük meg, tehát nem merünk úgy bemenni, hogy mindent itt hagyunk. Királyék csak a számukra a legszükségesebb értékeket hozzák magukkal a strandra. Telefon az mindenképp, pénz, igazából a többit ott hagyjuk. A közeli strandcikkeket kínáló üzletben értékmegőrző is található. Mint a boltban elmondták, általában kulcsokat, telefont, pénztárcát zárnak el a fürdőzők. Igazából azokon a napokon, amikor tényleg nagy forgalom van, sok nyaraló van, akkor van, hogy így a fele megtelik legalább a szekrényeknek, tehát abszolút azt tudom mondani, hogy kihasználta a szolgáltatás. A Balatonföldvári nyugati strandon is sokan pihentek az elmúlt napokban, itt is odafigyeltek értékeikre a fürdőzők. Nem is igazán hozunk le tulajdonképpen minimális pénzt, ékszert nem hozunk, de hát vigyázunk, olyan zárható táskát próbálunk hozni, amiről azt gondoljuk, hogy nem nyúlnak bele, nem nagyon szoktuk ott hagyni azért, többen jövünk le, egy valaki mindig ügyel a tárgyainkra, és felváltva megyünk befürödni. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság munkatársai a Földvári strandhoz is kitelepültek, hogy felhívják a figyelmet értékeink megóvására. A strandokon szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben mód és lehetőség van, használják az értékmegőrzőket. Régi mottónk az, hogy a törölköző, a pléd nem értékmegőrző. Amennyiben a strandon nem találunk értékmegőrzőt, úgy ha fürdeni megyünk, akkor a csapatból vagy a családból egy valaki mindig maradjon ott az érték mellett, illetőleg tényleg csak a legszükségesebb dolgokat vigyük le a strandra. A szakember szerint nem elég csupán, ha a strand területén figyelünk oda értékeink megóvására. Ha autóval érkezünk, gondosan zárjuk azt be. A sportkedvelők a pályán, amíg a szakácsok a bogrács mellett bizonyítottak. Rádpusztán 7. alkalommal szervezték meg ugyanis a marhalábszár pörkölt főzőversenyt, ahol összesen 20 csapat mérte össze főző tudományát. Az Old Boys kispályás megmérettetésre 8 csapat nevezett, közöttük a parlament gárdája, amelyben Kövér László az országgyűlés elnöke is labdába rúgott. Afrikás krumplit csinálunk, már nem adnak húst. Nevetve készítették az ételt a somogyvári ifjúsági és nyugdíjas klub tagjai a rádpusztai gasztró és élménybirtok marha lábszár pörkölt főzőversenyén. Hát az alapja a sok hagyma, paprika, paradicsom, kis bort is esetleg, aki szeret, az tesz bele, úgyhogy ennyi. Rekordszámú összesen 20 csapat nevezett, akik az ország minden tájáról érkeztek. Egy kultúrát szabad nagy térben tudunk mozogni, és főleg ez a vírus után most mindenki ki akart mozdulni, és hát a közösség azért itt megvannak a megfelelő helyek, el tudnak különülni, de mindenféleképp jó érzés ez, hogy most, tehát ennyien még talán nem voltunk soha. A marhaételek készítése nem volt kötelező, így sokan főztek mást is, például paprikás krumplit vagy ponty pörköltet galuskával, de készültek grillezett ételek is. Nem csak főztek, fociztak is a résztvevők. Többek közt az Újpest, a Fradi, a Honvéd és a Kaposvár öregfiú csapatai is összecsaptak egymással. A tornán a parlament válogatottja is részt vett. Túl vagyunk a 3 csoportmeccsen. Az elsőt azt elvesztettük, egy reális eredmény született, az Újpest 3-1-re megvert bennünket, utána nyertünk Kaposvár ellen 2-1-re, az is reális volt. A végén pedig szintén kikaptunk 2-1-re 2 potyagóllal, holott kellett volna győzelem a továbbjutáshoz. A kispályás foci bajnokságot végül az Újpest öregfiú csapata nyerte meg. A főzőverseny első helyezett csapata 15.000 forintos jutalmat kapott, és egy hétvégét is eltölthet az élménybirtokon. És végül nézzük fontosabb Tolna megyei témáinkat még egyszer röviden.
Ürességtől kong a szekszárdi strand, nem díjazzák a helyiek a drasztikusan megemelt jegyárakat. Vállalkozásfejlesztés uniós forrásból, szakmai konzultációt szervezett a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Új munkaállomások, a gördülékenyebb betegellátás érdekében új munkaállomásokat hoztak létre. Eltörölnék a zéró toleranciát, a szakértők szerint veszélyes lehet a hegyközségek nemzeti tanácsának ötlete. Csütörtökön nagyrészt derült, száraz, igazi nyári idő lesz, melegszik a levegő, napközben akár 29 fok is lehet. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!